Áldott az Isten és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atya, aki egybegyűjtött bennünket, hogy nevéről vallást tegyünk, őt segítségül hívjuk és magasztaljuk. Köszöntelek benneteket az apostol szavával, kegyelem nektek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Szent Fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól a Szent Lélek közösségében. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát! Adott hitet, adott
vigasztalást, adott békességet, adott megújulást. És éppen most, amikor egybe gyülekeztünk azért, hogy elé forduljunk és háladó szívvel könyörögjünk ifjú lelkész testvérünkért, akit ez a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, hadd legyen az a kérésünk, hogy jöjj közénk. Hallgasd meg a mi szavunkat, és tedd készé a szívünket, hogy mi meghalljuk a te szavadat. És ha ez megtörténik, akkor hisszük, minden a te dicsőségedre és a gyülekezet javára történik. Krisztusért, ami Urunkért. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek, Istennek szent igéje, melynek alapján előttetek ebben az órában, az ő lelki erejében bízva hirdetni kívánom az üzenetét, meg van írva János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a jelenések könyve 4. fejezetében, az 1. és azt követő versekben, amelyeket még olvasok, hallgassatok meg leülve. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben. És az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem és így szól: jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történni. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónusa ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a kárneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 lényt, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta: szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják: méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetek. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Amikor megérkeztem, és nagy tiszteletű úr átnyújtotta a Isten tiszteletén kis programfüzetet, akkor feltűnt, hogy ugyanaz az ige szerepel rajta, mint amivel én készültem. Tehát kérdés az, hogy vajon ugyanazt a prédikációt tetszene-e majd hallani. Ő eszembe jutott, hogy hála Istennek már nem úgy állunk itt, majd egymás után a szószéken, hogy utána választani kelljen közülünk, mert megesett a múlt században, valamikor a 30-as években, hogy annyi jelentkező volt egy gyülekezetben, hogy egy Isten tiszteleten 2 lelkipásztort is meghallgatott a gyülekezet. Az egyikük felment a szószékre, elkezdte a prédikációt, és a másik, aki a Mózes székben ült, egészen elsápadt, mert kiderült, hogy ő is ugyanazt a Ramosz László prédikációt tanulta meg, mint amit a másik elmond. Majd amikor rákerült a sor, akkor azt mondta, hogy kedves gyülekezet, azért, hogy megmutassam nektek, hogy Isten milyen csodálatos emlékező tehetséggel áldott meg, én most szóról szóra el fogom mondani azt a
prédikáció, amit előzőleg hallottam. Azt hiszem nem nehéz kitalálni, melyiket választották meg. No de azt gondolom, hogy van ez az ige olyan gazdag, hogy a beiktatott lelkipásztor bizonyságtétele és az Isten tiszteleten elhangzó ige hirdetés a legfeljebb kiegészítik egymást, és nem egymással vetélkednek. Egy csodálatos mennyei Isten tisztelet leírása az, amit hallunk a Jelenések könyvében. És ez azért lényeges és azért fontos, mert az egész Jelenések könyve úgy kezdődik el, hogy van valaki, akinek hiányzik az Isten tisztelet. János apostol azt írja le magáról, hogy egyedül voltam Pátmos szigetén a számüzetésben. És az Úr napján, amikor egyébként ott szoktam lenni együtt a többiekkel, az Isten tiszteleten, ahol segítségül hívjuk az Isten nevét, rettenetesen rám tört a magányosságnak ez az érzése. A mennyei Jelenések könyve azzal kezdődik, hogy van valaki, akinek hiányzik az Isten tisztelet. Aki ezért nem érzi jól magát. És akinek a lelke így sóvárog és vágyik az Istennel és a gyülekezettel való közösségre, azt Isten azzal jutalmazza meg, hogy nem csak abba a kicsiny földi Isten tiszteletbe engedi bekapcsolódni, megnyit előtte egy hatalmas ajtót a mennyben, és bepillantást enged abba, hogy milyen a mennyei Isten tisztelet. Valami végtelen fennség, végtelen nyugalom, végtelen harmónia van ebben az egész leírásban. Persze tudjuk jól, aki ismeri a Jelenések könyvét, tudja, hogy ami majd ezután következik, az már nem lesz olyan csendes, az már nem lesz olyan fenséges. Abban lesz jajveszékelés, abban lesz zűrzavar, háború, járványok, csapások, kárhozat. Ott egyszerűen feltárul az emberi történelmnek a zűrzavara, a kaotikus volta. De mindenek előtt a hívő embernek, akinek hiányzik az Isten tisztelet, aki szeretne ott lenni, annak Isten megadja azt, hogy beemeli ebbe a csodálatos, fenséges nyugalomba, ahol minden olyan szépen el van rendezve. Ahol egyrészt olyan nagyon részletes, aprólékos leírások vannak, a legfeltűnőbb az, hogy amire a legkíváncsiabbak lennénk, arról tudunk a legkevesebbet. De azt mondja János, ott van egy csodálatos, hatalmas nagy terem, középen egy trónus, és minden szem oda szegeződik, mert hát mi is azt szeretnénk megtudni és meglátni, hogy ki az, ki vagy Uram? Ennyit ír János, és ott ült valaki. Valaki. Mert János nagyon jól tudja, hogy ha bármi más próbálna mondani, az nem lenne igaz. Mert nem tudjuk. Nem tudjuk megragadni, nem tudjuk pontosan meghatározni. Nincs hatalmunk. Isten kijelenti magát nekünk, de nem adja magát a kezünkbe. Nem tudjuk befogni a gondolatainkba, az érzéseinkbe, a legmagasztosabbakban sem, mert ő mindig több, és mindig más, és mindig tud valami olyat készíteni,
valami olyat adni nekünk, amire nem számítunk. Valaki. Ez a legtisztességesebb. Ez a legtisztességesebb kifejezés arról, hogyha azt akarjuk elmondani, hogy ki van a mennyei Isten tisztelet középpontjában. Nem tudjuk. Azt mondja a másik nagy apostola, az új szövetségnek Pál apostol, most tükör által homályosan látunk. Van ott valaki. Ez nem a bizonytalanság, hanem annak a megvallása, hogy ő sokkal több annál. Ő, akit az egek egei sem fogadhatnak be. De aki megmutatkozik, aki bemutatkozik nekünk, hány és hányféle alapban, hány és hányféle módon tud megmutatkozni az örökkévaló Isten az életünk során, csak egy élet során is. És egy-egy ember életében, vagy sok-sok ember életében, hányféle módon, hányféle köntösben, hányféle variációban, mert ő több, ő a valaki. És ott vannak körülötte a 24 vén, a 4 élőlény. Ahogy kifejezik számunkra az időt és a teret, talán 4 égtájat, 24 órát, vagy a csillagköröket. De mindenképpen azt üzeni, értsd meg, te szegény, egyedül való ember, akinek hiányzik az Isten tisztelet. Neked jussod van, neked jogod van arra, hogy ezt meglásd. Mert te ugyanezt csinálhatod. Ugyanennek vagy a részese. Óriási hit, óriási merészség és bátorság kellett ahhoz, hogy ezt valaki el tudja mondani. Gondoljuk bele, az akkori római birodalomban hány százaléka az embereknek lehetett keresztény. Szerintem, ha rendeztek volna olyan népszámlálást, hogy mindenkit megkérdeznek, hogy mondja meg, melyik felekezethez tartozik. Hát bizony, mi amikor sajnáljuk magunkat, meg sajnálhatjuk, hogy 16%-ok vagyunk, mi reformátusok, ugyan már a római birodalom keresztény. Hát egy néhány száz, egy néhány ezer elhanyagolható mennyiség. És azt mondja János, azt üzeni, hogy értsétek meg Krisztus követői, amikor ti összejöttök félve és remegve, mert nem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, ti annak a csodálatos, mennyei, hatalmas Isten tiszteletnek vagytok a részesei. Ez az a hit, amelyik valami végtelen nyugalmat tud kölcsönözni az emberi történelem zűrzavarát. Valami fenséges nyugalom árad ebből az Isten tiszteletből, amelyiknek nincs kezdete és nincs vége. És ez az Anyaszentegyház életének a titka évezredek óta. Sok minden megváltozhat és sok minden újjá lett az Anyaszentegyházban, de ez az örökké tartó Isten tisztelet. Ez soha. Mert botorság feltenni azt a kérdést, hogy mikor kezdődik a mennyben az Isten tisztelet. Hány órakor? Mert valószínű, hogy úgy járunk, mint a két rabbi tanítvány, akik azon veszekedtek egymással, hogy vajon összeegyeztethető-e a Tórának, a Szentírásnak az olvasása, meg a dohányzás. Hát nem tudták eldönteni, mondták, kérdezzük meg a rabbit. Bement az egyik, és jött vissza, megmondta, hogy azt mondta a rabbi, hogy nekem van igazam, nem szabad. Mondja, bemegyek, én is megkérdezem.
bejött, bement, kijött, azt mondta, hogy én is voltam nála, megkérdeztem, azt mondta, hogy szabad. Azt mondja, hogy lehet ez? Hát miért, hogy így kérdeztél tőle, kérdezik az elsőt. Hát én megkérdeztem tőle, hogy szabad-e a Tóra olvasása közben dohányozni. És ő azt mondta, hogy nem. Hogy mert nem így kérdeztél. Hát én megkérdeztem, hogy szabad-e dohányzás közben a Tórát olvasni. Mire Rabbi azt mondta, a Tórát mindenkor szabad olvasni. Igen, az Isten tisztelet nem egy órára, vagy a beiktatásra kettőre korlátozódó időtartam, hanem valami, ami átadja az egész mindenséget, az időt és a teret, és nyugalmat és békességet tud adni és árasztani. Én azt gondolom, nem tévedek nagyot, nem én vagyok az egyedül, aki azt mondom, hogy a ti lelki pásztorotok, akik megválasztottatok, hát nem egy izgága ember. Tud nyugalmat, meg tartást árasztani maga körül. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, hitbeli dolog. Mert az a nyugalom, ami itt árad, a 24 vén, a négy élőlény, ez az egész Isten tisztelet, ez nem a Pató Pál uramnak a nem törődömség, hogy ráérünk arra még, hanem az a fajta tudat, az a fajta látás, amelyiket úgy fogalmaz a nagy magyar költő Vörös Sándor, ezzel a két rövid, hihetetlenül koppanós mondattal, a por siet, a kő ráér. A por siet, a kő ráér. János apostol azt mondja, terheket, próbákat, zűrzavarban, helytálló életeket csak akkor tudunk felmutatni, ha ez az Isten, ez a mennyei Isten tiszteletből árazó nyugalom átmegy rajtunk. És erre szükség van. Egy lelkipásztor életében, szolgálatában. Azt gondolom, azonnyiaknak nem kell külön magyarázni. Szükség van egy olyan enyhén szólva és zűrzavaros időszak után, amelyiket a hátunk mögött tudunk, a gyülekezet a háta mögött tud, és nyilván még hordozza magában annak a hullámveréseit. Hadd legyen hát most ez az alkalom. A lelkipásztor beiktatásnak az alkalma, annak a bizonyságnak a megerősítése, hogy a lélek, a trónon ülő valaki, a 24 vén, a négy élő lény, csodálatos harmóniájába illeszkedő nyugalom. Adja meg nektek, hogy a most beiktatandó lelkipásztor és gyülekezet ezt érezze mindig magán, ebbe tudjon belekapaszkodni, és ezzel tudja megharcolni, ha kell, a harcokat, ezzel tudja hordozni, ha kell, terheket, egymás terhét is, és így zengeni együtt azt a csodálatos békességet és nyugalmat árasztó himnusz, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Ámen. Jöjjetek! Dicsérjük a te háromszor szent nevedet, Úr Istenünk, aki
aki magad vagy a kezdet és a vég, aki elindítottad, életre hívtad az Anya Szent Egyházat, aki életre hívtál bennünket, aki megőrizted a te népedet, és megőriztél minket. Hadd legyen most könyörgésünk, imádságunk az a kérés, hogy áld meg és szenteld meg mi fiatal lelkipásztor testvérünk életét, itteni szolgálatát, hogy megtapasztalva és átélve a megváltás, a téged dicsőítő élet nyugalmát tudja lecsendesíteni a háborgó lelkeket, tudja megvigasztalni a megszomorodottakat, tudjon bátorítást, biztatást és reménységet adni azoknak, akik utat tévesztettek, hogy szólhassa a te akaratodat, hogy eléd állhasson és közben járó imádságot mondjon ezért a gyülekezetért. Áld meg őt és az ő szeretteit. Áld meg ezt a gyülekezetet, presbitériumát, minden gyülekezeti tagját. Áld meg és békéltesd meg magaddal, önmagával, azért, hogy a te dicsőségedre végezhesse szolgálatát. Áld meg a gyülekezetet.